Jó van, mint látjuk. Lesz egy 1-6-os gépünk, egy maggal, nincs multitreed, meg turbo sincs, tehát semmi ilyesmi. És 800-as memóriánk van, jó? 800-as. Jó, ja, úgyhogy mentés. Igen. Itt a állványunk. A frankó állvány, igaz? Kicsit, mint a homályos lenne a kép, de még bőven tűrhető. Szóval amit most látni fogunk, az az LXLE betöltése, ami valamilyen furcsa módon a grubbal indul, ezt sajnos nem értjük, hogy miért van. És arrébb megyünk. Így. Ja, és akkor látjuk mind a hármat. Micsoda betöltő képe van. Tű. Hát ilyen. Ez az LXLE-nek a betöltési procedúrája. Természetesen a jobbra-balra gombok itt is relevánsak, tehát a jobb gomb lenyomása után a check menü, vagy hogy a fenébe hívják, egyből aktiválódik. A két monitor közti részt nézzük így, csalok végül is, mert ez ugyanaz. Egy 1.6-os gépet látunk 800-as memóriával, tehát bárkinek a laptopja körülbelül ilyen gyorsan indulna el, akinek egy 1.6-os laptopja van. Ez pedig már a bejelentkező kép, a login screen, beírjuk rendkívül bonyolult jelszavunkat és lássuk. Hű, mit csinál ez? Az előző leállításkor természetesen a háttér úgy volt beállítva, hogy ez egy szép háttér. Tehát most amit látunk, az a képernyők teljes és maradéktalan letükrözése, amit hát nem mondanám, hogy jó néven veszek. Na, először is gyors nézet, jó? Minden induláskor elindul ez. Az a jobb felső sarokban van. Ne felejtsük el, ugye nem felejtjük el, hogy egy 1.6-os gépünk van, ami egy 2 GHz-es Pentiumnak felel meg. Ja, és idéről futunk. Tehát természetesen ide vinyóról megyünk, semmi nincs bekötve, ami SATA. Egyedül a DVD olvasó, de hát az meg most ugye nem lesz használatban. Ugye az egy nagyon hasznos dolog. A fölül látjuk az uptime-ot, tehát a milyen régóta működik a gépünk. Alul látjuk a cache használat. Abban nem vagyok biztos. Na, ez pedig a monitor széle, és a monitor széléhez érkezvén egerünk el. Előjön egy gyors menü. A gyors menüből van a szoftverközpont, a task manager, kalendárium, ez a böngésző, ez a böngészünk, megold? Ez a SeaMonkey, ez a böngészünk, és akkor van a file managerünk, mint a PC-ben FM, vagy valami hasonló. Az LXDE-nél kaptuk meg a főmenüjét a ikonnal együtt, tehát természetesen emlékszünk az LXDE-nek a start menüjére, na, ezt akartam mondani. Visszaveszed a zoomot, igen. Teljes mértékben angol a menüje. Mondjuk ezt a részt még nem nagyon sikerült megértenem, mert a telepítés teljesen magyarul történt. Vissza kell állítani esetleg a nyelvi támogatást? Aha. Hát lehet, hogy az nincsen bekapcsolva. Hí, nem installált completely. Fú, haver. Megint azt a nehéz jelszót kell beírni. Jó. Úgyhogy most English van, amivel nem igazán mondanom, hogy egyetértünk. Természetesen közben megmutatnám a változást, amit amit a három monitoros set hozott nekünk, ez a változás. Ez következőképpen néz ki, hogy nem csak monitor settingünk van, hanem multiple monitorunk is van. Az LXDE sajnos nem támogatja a több monitoros mondjuk fantáziálásokat, mondjuk így. És akkor ki lehet húzni, hogy nagyobb tér kell a rendezgetéshez. Természetesen egymás alatt van a három monitor, és hogy szépen el lehet rendezni, melyik mögött legyen. Nem pontosan emlékszem, hogy melyiknek mi a helye. De ez az. Na.
Szóval, várjátok, megmutatom a hátteret, mert ez ilyen, ez egy vicces dolog. Szóval ez egy házikó, jó? A házikó az benne van az erdőben, és akkor ez így volt kitalálva ez a háttér. És az előbb ezért zavartam össze magam ennyire, hogy most megint minden képernyőt tükröz, tehát nem mondanám, hogy értem teljes mértékben. Change log, this version, not yet available. Hát ennek kb. Ugye a felét értem, úgyhogy ezt inkább be is zárjuk. A szuper oldalsó menünkről megnyitjuk a böngészőt. Rákattintunk erre az ablakra. Rengeteg időnk van, mert 1.6-os géppel dolgozunk. És ennyi idő, mire betölt a böngésző. Ez a saját start lapja a böngészőnknek. Itt egyfolytában napi ilyen kvótákat, ilyen idézeteket lehet látni. Hát mondjuk van, amelyiknek van értelme, van, amelyiknek nem, és akkor te is beírhatsz egyet, de abban a pillanatban, hogy beírsz ide bármit, akkor rákeres a neten. Tehát nem kvótát fogsz beírni, hanem ez egy általános kereső, mint például Google-ban. Így néz ki a felső menüje az LXL-nek, mint olyan. És menjünk egyből a YouTube-ra, jó? Mert én nekem eszembe jutott valami, ami mondjuk egy kicsit zavar. Ja, természetesen a nyelvtámogatás még mindig megy. Na nézzük, YouTube.com. Természetesen itt még nem volt az operációs rendszer, úgyhogy DuckDuckGo-n fog keresni először, amit nem tartok teljes mértékben indokoltnak. Be is töltött a YouTube-nak a weblapja. Sütikéket elfogadni, stb. Mindegy, most ezzel nem akarunk foglalkozni. Ami minket igazán érdekel, hogy a Linuxosok magyarul beszélő tömege, az vajon az LXL-et, az be akarja mutatni, vagy nem? Na nézzük, LXL-e. Review, ugye ez az, amit mi keresünk, csak magyarul írjuk be azt, hogy bemutat. A bemutat az azért fontos, mert az bemutatás is lehet, meg bemutató is lehet. Úgyhogy lássuk, mik a találatok. Hát nem mondanám, hogy az LXL-et aztán nagyon bármelyik be akarnám mutatni, úgyhogy jó helyen járunk, ugye? Mondhatnám. Úgyhogy az, amit éppen itt láttuk, ez az LXL-nek a bemutatója, meg egy pár dolgot még kérdőjelezzek. Ja, meg van egy pár ilyen fölöslegesnek tűnő funkció, mint olyan. Például nem lehet lehúzni az ablakot kicsibe. Lehúzni. Hanem rendesen ugye dupla kattintással kell rákattintani, hogy össze menjen minimálisra. Meg van 4 pötty. Megnyomom, 1 pötty lesz. Vágod? Megint megnyomom, megint 4 pötty. De what kind of funkció is this? Ezt nem tudjuk, hogy ez mire van. Ez viszont fölcsukja az egészet. Ilyen felső tárcába. Tehát teljesen praktikus, abszolút indokolt. Ezt az 1-4 pöttyös dolgot nem tudom. Nem tudom, miért van ez így megcsinálva. Azonban nekünk is van duál asztalunk, tehát 2 asztalból lehet választani, mert ugye az alapértelmezett asztalok száma 2. Természetesen az egérgörgő itt is, itt az egér, jó? Tehát az egérgörgő itt is ugyanúgy működik, hogy az egyes ablak, kettes ablak, mondjuk így mutatom, jó? Desktop 1, desktop 2, jó? Tehát 2 asztalunk van, és ezt valahol még be is lehet állítani, hogy melyik asztal, meg melyik micsoda. Közben itt a nyelvi támogatásunk megérkezett. English, igen, mert az alján vagyunk, és nincs több más, úgyhogy... hát akkor egy másik nyelvet nézzünk más rácok, mert ez nem pálya, hogy őszinte legyek. Hát az English-t azt kivesszük, mert az nem nagyon kell az nekünk oda olyan nagyon, úgyhogy magyar, jó? Please. Hogyha magyarul telepítek, akkor miért nem jelentkezik a magyar nyelv? Na. Tessék azonnal beheggeszteni a magyart. És ezek a villogások, te haver? Removing language, pack N. Jó, helyes. Teljes cseréje az angol nyelvnek a magyarra. Hát haver, ez el fog tartani egy darabig. Addig nézzük a start menüt. A start menü az LXDN-nek a start menüjét kapta. Így mutatom, így, jó. Tehát Activity Log Manager, App Finder, karaktertérkép, Scan, vezérlő, kalkulátor, G-Edit, Help, ez a segítség valószínűleg sok minden. Itt egy random wallpaper gomb, ezt benyomod, elváltja a hátteret.
ezt az egy monitort, tehát a többi kettőt nem, de ezt ő elnyomja. Screenshot vezérlő, ez abszolút helyes, tehát ez nagyon jól működik. Külön lehet területet, külön csak a kijelölt ablakot, vagy az egészet, tehát teljesen hitelesen működik, abszolút profi munka. Menjünk tovább, kellékekbe tartottunk. Időjárás, ugye az időjárást azt valóban elsülyeztettem, nem tudom hova. Szerintem ide. Nem biztos. Itt van, né? Budapesten 15 fok van, 3 km per órás szél van, 100%-kal megy a 3 km-es szél. Ez a páratartalom tesz szégyenivaló, úgyhogy nincs ide írva. Jó, mindegy, ezt most lecsukjuk, mert természetesen nem ez most a lényeg, legfontosabb. Kellékeknél tartottunk. Arriváló X-pad, ez ilyen jegyzettöm, de hát nem vagyok vele túlzottan megelégedve. Education. Na az education, mint oktatási fülbe van önő Marble. A Marble-hez kicsit hátrébb jövünk, jó? 1.6-os géppel töltünk be, tehát természetesen ezért ilyen. Na így néz ki, jó? Tehát ez, amit most itt látunk, az a földgolyó is. Ha kicsit hátrébb megyünk, akkor természetesen a teljes csillagtérkép elérhető számunkra, és hát nem mondanám csúnyának, na. Úgyhogy... Na nézd, 1.6-os gépen vagyunk, ne felejtsük, fejjel lefelé van a földgolyó. Természetesen nincs olyan, hogy fejjel lefelé, csak mi képzeljük azt, hogy van fejjel lefelé. Mert az űrben nincs olyan, hogy föl meg le, jó? Tehát most egy DOS-t fejjel lefelé fogunk menni. Ja, így néz ki. Ismerjük a helyet? Ahogy, csak kérdezem. Észak-Amerika? Nem azért mondom, hogy oda van írva, jó? Ne szóljatok be. És itt van Európa. Na most fejjel lefelé van a te... na így mákodozik. Most nem, szépen dolgozik, jó? Szóval miért fejjel lefelé van az olasz félsziget, már is nem egyértelmű, hogy ez az olasz félsziget, nem? Nekem nagyon tetszik. Úgyhogy így néz ki a mostani, mennyi város? Ezt lehet látni? Lehet, jó. De rengeteg város van, Prága, Dresda, Berlin, fú, rengeteg. Na, minden mást is akarok mutatni, nem csak ez a féle földgolyó van, pedig gyönyörű szép, tényleg első osztályú, hanem van Atlasz. Az Atlaszban külön poén, hogy... hogy mondjam... Ez nem a fizikai fénykép, ugye? Hanem... Ez Afrika, ugye? Ebben külön az a poén, hogy itt utaknak kéne lenni. Mert Atlasz, ugye? Városok vannak bejelölve, gyönyörű a Balaton, tehát felhívnám figyelmet a Balaton kidolgozásának messze menő részleteké. De mi történt a siófoki félszigettel? Meg hol van Tihany? Ellopták. Bunkóság. Hogy néz ki ez a Balaton? Na, mindegy, megyük vissza, mert van itt még egy pár dolog, amit mutatnak. Akkor a politikai térkép. Ez azt jelenti, hogy egy per pillanatban a politikai pártok hogy egyeztek meg egymással, hogy melyik ország hol van, jó? DOSZT fejjel lefelé természetesen. Aztán van olyan, hogy hőmérséklet decemberben. Kicsit távolabbi képet mutatunk, jó, hogy lehessen látni, hogy az óceánok felülete, Afrika, Dél-Amerika decemberben still nagyon meleg, jó? Júliusi térkép, itt már piros színt is kapunk. Na itt a kövön például tojást lehet sütni, ahogy azt az én apám is eljátszott egy jó párszor. 1689-es térkép, na most nem bunkózok, most direkt visszafordítom normál állásba. 1689-es térképbe így néz ki az Egyesült Államok északi fele, és rengeteg még a fehér folt a térképen, például Ausztrália, azt majd külön megmutatom. Így néz ki 1869-ben Buda. Nem lehet tovább zoomolni, ez a végső stádium, mint olyan, tehát nincs tovább zoom. Jó? Itt van Buda. Hungn. Hungn. Így néz ki 1869-ben a magyar térkép. Jó? A folyók is elnagyolva vannak, és mutatnám akkor Ausztráliát. Jó? Tehát, ez még nem teljes. Ne felejtsük el, hogy ez egy oktatási térkép, tehát itt a csillagalakzat is máshogy néz ki, mint a, mondhatnám, modern időkben. Jó, mentünk tovább. Ez a Marble-nek a bemutatója, valószínűleg más operációs rendszereken is van ilyen. Itt a
az időjárás, itt az oktatási marble, ugye ezt láttuk az előbb, játékok. Na, hát ebbe azért én is ludas vagyok, mert egy pár játékot fölraktam én is. Azonban meglepett az a dolog, hogy a Pipe Walker, az már eleve installálva volt, a Solar Wolf, a Pip Wolf, a T-Words, a Zaz, a Numbi Physics, a Minds, a Mastermind, a Mahjong, az Eltris, a Breakout, a Hex, ezek mind telepítve voltak. Amiben ludas vagyok, az a Globulation, a 0AD itt legfelül, ugye remélem látjuk, igen, a 0AD, meg a más nem, úgyhogy, meg az Open Arena, persze. Azokat azért akartam kipróbálni, hogy meglássuk, hogy a 1.6-os gépen ez hogyan hasít, jó? Mirázs, képnéző, LibreOffice, GIMP, Font Manager, Dokument Megnéző, Scanner, Shotwell, internetben van a Chatzilla, a FileFTP, a Gitso, ez a Simon-kelyesi, ez a óceán majmos, ilyen marhaság. Ahhoz képest itt a Transmission. Saját véleményem szerint a világ legjobb torrentje, de csak abban az esetben, hogyha a legújabb verziót használjuk, mert a régieket azért kicsit elnagyolták, mondjuk így. Aztán van Audacity, Minitube, mi a fele ez? Szerinted én most így be fogom írni ide azt, hogy most mit írjunk be ide, nem? Mit írjunk be ide? Beírjuk azt, hogy 1080p Nature. Na, tessék, akkor nézzük ezt. Ugye? Oh, device support! Nem működik a készüléken! YouTube is upgrading the newer version, which is not super to this device or app. Tök jó, nem lejátsza 360p-be azt, hogy ezt nem játsza le, vágod? Tök jó! Nem érted? Lejátszik egy 360-as vagy 720-as videót arról, hogy ő ezt most nem játsza le. Érted? Tök jó. De így most 1080p-be látjuk azt, hogy nem látjuk. Érted? YouTube, köszönjük. Jó, mindegy, ez egyébként valószínűleg ez a régebbi verziójánál a YouTube-nak működött. Természetesen nem a rendszer hibája, ez a YouTube hibája, Siongast, kész. Hang, videó, ugye itt tartottuk az előbb. Rekord meg desktop, hát szerintem ez nem olyan jól sikerült, mint a Kazam, de mindegy, itt az XFBurn, ez is jól működik, Movie Player, mi van itt még? Rendszereszközök, na! Rendszközökbe, alternatívok, beállítója, backup, bleach a beat, firewall config, tehát tűzfal. Hűha, hallod? Ki? Be. Ki? Nem tudom bekapcsolni. Halló! Ellopták a tűzfal bekapcsolási gombot. Ullok. Aha, hogy ezt így kell, hogy be kell írni ezt a bonyolult jelszót, és akkor van bekapcsoló gomb. Így sincs. Na, most bekapcsoltam. Olasz tűzfalam van! Hallod? Olasz tűzfalam van, tiszta jó, nem? Incoming, allov. Outgoing, allov, nem? Ez jó tűzfal, engedélyez minden. Na jó, most tényleg ezzel nem fog foglalkozni, tehát hagyjuk, jó? Rendszereszközöknél itt tartottunk az előbb. Samba, Glitchabit, Hátop, Ebus, Printing. Itt a szoftverközpont, Startup, diszkészítő, Synaptic, Task Manager, IPA Manager, Users Groups, Preference, tehát beállítások, vagy valami hasonló. Additional Drivers, ez a... Ez az Additional Drivers, ez a... meg a... Hát az ilyen egyéb speciális eszközöknek a kiegészítője. Fényerő, általános beállítások. Nem tudom, miért nem magyar. Már zavar. Desktop, beállítások, settingek, monitor, ugye ezt már láttuk. Openbox, Preferred Applications, képernyővédő. Updates. Most tényleg frankon azt jelenti, hogy az az updates az az, hogy a rendszert frissíti magát? Hát, bocs, ha ez nem az. Jó? Ez package installer. Hogy megértsed, hogy ezt hogy kell használni, ehhez egy használati útmutatót kéne biztosítani.
amit éppen most itt látunk, az nem magának a rendszernek a frissítője, pedig azt kéne, azt kerestük, ugye? Na, ez nem az. Ez a benne lévő programok és játékok frissítője. Világos? Az összesé. És nem igazán mondanám, hogy tudnám, hova kell tenni a pipát. Tehát nem tudom, jó? Azt meg nem fogom benyelni, hogy mark all upgrades. Tehát na, annyira azért nem vagyok hülye, jó? Tehát, hogy all, azt nem. Mert ebbe lehet rossz is, vagy nem rossz. Tehát nem egyértelmű, hogy itt mi folyik, jó? Aztán van összes, vagy broken, community, installed játékok, market changes, missing reg... Nem egyértelmű, hogy mi micsoda, jó? Úgyhogy ezt most nem is bántom, jó? Tehát ez nem teljesen egyértelmű, hogy minek az update-elje. Aztán van itt beépített kereső, van futtat. Tessék, start futtat menü, run command. Fuss el. Enter. Hát ez nem fog menni, valószínűleg, úgyhogy ez ilyen. Na, lássuk akkor a games, mint olyan. Ja. Open arena. És mind a háromban ugyanazt látjuk. Természetesen ezt meg fogjuk szüntetni, hogy ugyanazt lássuk. Nem elfelejteni, hogy 1.6-os gépről megyünk, jó? ...5040x1050 flares, mindent maximumra állítunk. Kétszeres élsimítást is bekapcsolunk, nem szarom. Nem azért mondom, de ti láttok valamit? Ne, én nem. Ez így ennyi volt szerintem. Ez kész. Ez nem. Ez nem reagíren. Tehát... Megpróbálok csalni, jó? Megpróbálok csalni. Nem, ez ennyi kb. Ez ennyi. Hát se kép, se hang, úgyhogy reset. Ez reset lett. Az egész gépet újraindítsuk. Úgyhogy tök jó. Köszi szépen. Thank you. Na szóval 800-as memóriával meg 1.6-os P4-essel állunk neki ismét tölteni. Mutatom, az egészet real-time volt, tehát most leütöttem az Entert, és így várunk, jó? Nincs ott semmi. Azt hittem, hogy ott van valami hiba, de nincsen. Minden egyes villogás, amit láttok, azt a rendszer csinálja. Úgyhogy ez a betöltőkép, ez nagyon vicces, tehát tök jó. Be free, be open, LXLE. Sokkal jobban sikerült, mint az LXDE. Támogatja több monitort, de most a Open Arena egy kicsit sok volt neki. Valószínűleg azért, mert sok mindent változtattam egyből. Hogyha egyesével változtattam meg a dolgokat, akkor ő is ugyanúgy el fogja fogadni, mint például az Ubuntu-s barátunk. Ez a bejelentkező kép, ez azért hagy névi kívánni valót maga után. Például azért, mert megkérdezhetném, hogy ez itt micsoda? Ez. Ez mi a fene? Unity, OS X, Netbook, G2. XP az nem a Win XP, nehogy összezavarjon valaki, de alapból ezzel indul, jó? Tehát login. Már ki tudtam választani egy Hungarian, tehát én már örülök. Jó, és akkor ismételten a képernyők teljes mértékű tükrözése látható. Kösz, haver! Ez semmi baj, mert már tudjuk, hogy hol van a képernyőnek az össze. Viszont már magyar a menü, tehát már ennyit megért, nem? Magyar a menü. Úgy elkiabáltam.
Direkt az én kedvenc részem. Multiple monitors, vágod? Tehát ez. Ez nem sikerült magyarra, meg ez nem sikerült magyarra, meg ez nem sikerült, meg ez nem sikerült, meg ez, meg ez. Meg ez, 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 meg ez. Egy pár, jó? Viewer, draw, meg... Hát egy pár dolog még nincsen. Magyarul például a multiple monitors, amire most nem emlékszem, hogy hogy kéne beállítani. Azt hiszem 3-2. Nem biztos. De jó, most jó. Oké. Na, akkor próbáljuk újra az Open Arena-t, jó? Hát, ha most ez esetben... Ó, összetört a start menü. Hey. Ezt is meg kell mutatni a srácoknak. Itt. Össze van törve a start menü. Tehát, hogy ez miért van? Ez miért van így összetörve? Nem tudjuk. Technikai nehézségeink voltak, bocsánat. Na, úgyhogy az előbb ott tartottunk, hogy... Indíjuk el, mint olyan. Open Arena. Ó, emlékszik a beállításra. Na, hát de hiszen ez tök jó. Akkor most három képernyőbe arénázunk, ugye? Lehetőleg mindjárt. De akkor miért fagyott ki az előbb? Tehát már nem értem. Jó, felbontás, jó. Display. Ezek a funkciók itt nem biztos, hogy működnek. Tehát kicsit nyomunk rá, de szerintem esélytelen. Zene nincs. Hang az minimál. Jó. Itt még lehet tuningolni elég sokat. Célkeresztet nem is látjuk, hogy milyenek vannak. Jó, tehát az nincs. Markszomolsz, eltimrelsz, ez nem kell. Jó. Na jó, akkor indíjunk egy menetet. Emléletileg ennek hangja is kéne legyen. Ugye kipróbáljuk, hogy van hangja. Nincs hangja. Hé, hol a hang? Tényleg, mint olyan. A speciál felszerelt billentyűt, amin hangerő szabályzó van, ő nem látja. Tehát neki ez nem működik. Ha... Ó, nem lehet igaz. Hát azért nem hallottam én semmit. Ezt hogy kell kikapcsolni? Ha? Mute audio. Ezt nem értem. Nem tudom, hogy mitől lesz a... az egyik a lejátszó, a másik a fölvevő. Tehát ezt nem értem. Ja, itt lehet kikapcsolni. Na, akkor kikapcsoljuk. Így. És egyből már csak egy van. Nagyon jó. Kicsit bonyolult, de amúgy jó. Rendszerhangok. Mono. Rendszerhangok mono. Komolyan. Nem sztereó a csengetés, meg ilyenek? Tehát... Kimenet, Sound Blaster, bemenet, Sound Blaster, többi kikapcsolva, jó. És akkor most? Nem, fogalmam sincs, mi történik. Tehát ezt az infopanelt itt alul lehet kapcsolni, nem fölül, alul. És most megy a homokórázás nagyba, és nem tudom miért. Tehát... Na mindegy, ettől függetlenül elindítjuk a játékunkat, ismételtem. De hangja still nincsen, tehát nincs hang. Mint olyan, hangerő az
Nem nagyon. Természetesen a többi játékban volt hangulata. Már is nem értem. Azt nem tudom, mi az a fof. Viszont szépen megy 60-nal, tehát teljesen jónak tűnik. Még a... Még azért hiányzik valami, például az, hogy én fejből sajnos nem tudom, hogy a fofot hogy lehet beállítani. Viszont 22-re fölment a proci, 40-re. Csak azért, mert megnyitottam a böngészőt. 60-70%. Mindjárt kigyullad. 76, 50. Ez keményen. Na jó. Most azt menjük megnézni. Open Arena. Azt fogjuk megkeresni, hogy melyik command parancsal lehet három monitor bekapcsolni, mint látómező. CG FOV. Hát, igen. Ezt akartam az előbb is, csak elbénáztam. Úgyhogy bekapcsolva adjuk a böngészőt, és úgy indítjuk a játékunkat. Na, go. Az képest, hogy ide és vinyó nagyon gyorsan betölt. CG. Na, egyből más, igaz? Még a fordított tegér az még hiányzik. Vagy? Na, úgyhogy valamennyivel jobb. Természetesen. Masszív 60 FPS-t látunk. Gyönyörű zárt videokártya driverrel dolgozik, semmiféle nyílt forráskódút nem akar a kezébe venni. Ezt onnan tudjuk egyébként, hogy az összes olyan textúra, ami a játékoson van, az látszik. Tehát nem kumantja el csak azért a viccér, mert neki nyílt forráskódú illesztője van. Szépen berakja az zárt forráskódút, tehát nem vacakkor szórakozik. Egész tűrhetően megoldja. És hát az összes textúra látszik szépen. 60 FPS, amíg nem 60, mondjuk 40-50-60, de bőven játszható, úgyhogy nagyon jól működik. Méghozzá három monitorom, úgyhogy tényleg le a kalappal. Mondjuk annyi előnyünk van, hogy videókártyával azért el vagyunk látva. Az lehet, hogy egy picit dob a dolgon, jó? És egy teljesen jól működő rendszert látunk, csak hát még a magyarítás még nincs teljesen kész, mondjuk. Mondjuk így, jó? Tehát nincs teljesen kész. Van itt egy csomó játék, amit nem is ismerek például. Sakk. Ez vajon micsoda? Hangerő. Felbontás, beállítás. Szerintem így jobb, nem? Jó, újra kell indítani a játékot, ugyanis a játék azt írta, hogy ez most valamilyen nem akar benni, mindegy, akkor még egyszer megcsináljuk. Oké. Okay. Ez milyen játék lehet, nem? Hülye, normál. Ja. Sakkozni easy-be. Jó, de csúnyán néz ki. Ide. Leütjük. Zs. Na. Akkor ez a ló elvágtat ide és leüti ezt. Persze ez nem fog menni. De ilyen hülyen néznek ki ezek a karakterek itt fenn, hallod? Na mindegy. Move options. React move. Previous move.
Az nem nyert. Úgyhogy... Meg amúgy is a saktudásom az, hát... mosógépével egyenlő körülbelül. Mi van itt egy figurín, vagy mi ez? Ez mi? Opposing elements, sketch, opposing... Ezek mik? Ó. Oh. Ez már valamivel jobb, hogy tűz és víz, nem? Az jó, nem? Így marad. Ez idejön. Ez idejön. Haha! Kocsom. Van nekem lovam. Hát az bevitte. Ügyesen dolgozik. Most csak nem itt lépjük, nem? Ezt ide. Ide. Az mit csinál ott? Gyere már le onnan, édesfiam! Az meg... Most megint nem értem, mi folyik itt. Srácok! Tehát... bakker! Ezt viszont én nem vettem észre. Sakkozni. Nem tudok sakkozni! Ne szólj már be! Játszol sakkozni. Hát mert én azt hittem, hogy tudok sakkozni. Ezt köszönöm, hogy nem! Jó. És viszont szép, tehát... Tehát tök jó, nem? De szerintem úgy ki fog vasalni a gép mindjárt, hogy nem lesz öröm nézni. Az mit csinál? Rosált? Helyet cserélt a izével, a bástyával. Azt én tudom, ám rosálásnak hívják, bizony. Bástyával ott mozog. Most mit csinál? Ugye, dugja ki rátyod. Van ennek valami actual értelme van? Valami bármi, akármi? Most frankon elvesztettél egy lovat emiatt, a hülyehúzás miatt? Na már is nem értem, hogy mit csinál. Támadjunk. Dzs! Te egy bástyája! Hallod? Feláldoz mindent a csávó, tök jó. De viszont van sakk. Sakkba kerültem. Mint olyan, érted? Na, ez viszont nagyon hülye ötlet volt, ha Verne haragudj. Nem? De ezt hogy lehetne innen kipáterolni? Tehát... Ez nem lesz jó ötlet, nem? Aj, de hülye. Ezt meg nem üthetem le, mert sakba kerülök. Hát ez jó ötlet volt. Bocs, haver. Te frankon így nyerni fogok, hallod? Tehát milyen dolog ez? Ne viccelj már! Hát minden bár izéje az enyém. Minden bábúja az enyém mindjárt. Nem az a cél a játékban, hogy a bábukat elfoglaljuk, természetesen. Az mit csinál az igazi idióta? Ez mit csinál itt? Ez mit csinál itt? Na! Vasard már le innen! Öj. Micsoda döntetlen? Ez mitől döntetlen, elmondanád? A sakkban az a lényeg, hogy a királynőnek sakkot pontosabban mattot adjon. A királyoknak, bocsánat. Igen, a királynak mattot kell adni, de én majdnem mattot adtam neki. Hiszen nem tud lépni sehova a királlyal. Dehogy nem. Ide, hátra. Ide tudok lépni hátra. Nem döntetlen, ez hülyeség. Hátrafele nem léphetsz. Mi az, hogy hát? Nem lehet hátra menni a királyon? És ha oldalra mennék ide, akkor mi lenne? Ott nem vagyok sakkba. Micsoda hülyeség. Move options. React move. Így. De végre a játéknak, tehát nem lehet már többen lépni. Fú, de nem értem. Döntetlen. Na, jó van, nem értek a sakkhoz, jó? Ezt zárjuk be, mert ez egy operációs rendszer bemutató. Nem pedig a sakkoktatás.
Solar Wolf, stb. Azt akartam megmutatni, hogy hogy működik. 0AD. Na. Most lesz a nyázás, nem kicsi. Homokórázik, tehát nem tudom mennyire látni, hogy próbálja betölteni a játékot. De közben nem tereli agyon magát, tehát... Nem akarsz esetleg betölteni egy játékot, ha vettem? Miért nem akarod ezt betölteni egy játék? 0AD. Ezt. Hát ez semmi. Ez így nem tölti be. De mondjuk ettől függetlenül jó. Jó kis rendszer. Tehát nekem tetszik azért, mert támogatja a három monitoros rendszert. Nagyon szépen mennek rajta a játékok. Itt ez az oldalsó menü első osztályú ötlet. Ha mondjuk ezt még lehet is cserélni, mert van panel settings, beállított, hogy hol legyen, fönt, lent, balra, jobbra, hogy jelenjen meg. Milyen színű legyen, stb. Tehát teljesen hibázlan. Type something. Ja, keresés. Hát az most nem kell. Meg azoknak, akiknek egy monitoros rendszerük van, azoknak van a háttérváltó. Tehát véletlenszerűen leváltja a hátteret egy olyanra, ami az adott könyvtárban van, amit úgy hívnak, hogy wallpaper könyvtár. Hát sok van. Ez az alapértelmezett háttér. Ja, az ott mi volt? Még az előző háttér van mögötte. Micsoda csúnyaság, ezt tessék eltakarítani. Na. Vagy levesszük, jó? És akkor úgy hátteret váltunk. Nem háttérbemutatót akarok tartani, csak hát egyik-másik tényleg homályos, úgy frankon. Lehet azért, mert festmény, vagy nem festmény, de van köztük nagyon éles, tűéles kép, meg kicsit gagyi, de jó. Jó kis rendszer ez. Mutatnám még azt is a egyéb funkciók között, például itt alul van ez a fájlkezelő ablak. Tehát ez. És erre ez nyílik meg, hogy külön az asztal tartalma, dokumentek tartalma, letöltések, zene, képek, ez a megosztott sablonok, videók. Ez például még nem magyar. Tehát, nem tudom, valahogy a magyar nyelven nincsen nagy barátságban, mert az oktatás rendszereszköz beállítások alatt updates van meg search. Tehát ez most így frankon? Tehát nyelvi támogatás az ennyibe kiismerült, és akkor így kb. Ennyi így. Menjünk, sírjunk kockát? Vagy mi van veletek? Magyar. System line. Persze. De ettől függetlenül nem lesz teljes mértékben magyar. Szerintem. Mert egyes részek még still nem magyarok. Tehát hát az a saját. LXDN-ek. Saját kis képernyővédője. Igen, nagyon szép. Köszönjük szépen. Kődökemény. Sezmi. Nem tudjuk mi. Ez egy Commodore logó. De most itt történik valami? Mi ez? Na most én frankon nem tudom, hogy mi ez, tehát... Memoria Scroller. Na, ez érdekes, nagyon vicces, ja. Metagolyók. Fú, bocsán. Moiré. Na, haver. Hegy. Most így 3D-ben lefoglalkozom. Hegyet, mi? Ja. Hát...
Nem tetszik. Innen nézzük egy másikat. De rengeteg féle van. Ez frankon így villog. Tehát... mi történik itt? Mancs. Ez se sokkal jobb. Mint valami hibás izé. Fú, haver. Pac-Man. Ez az, egyet, ez az, mamamamamam. Nagyon jó, ennek valami értelme is van. Pedál. Ez a pedál! De most mi a fene ez az egész? Hát... penetrét. Volt egy ilyen régi játék, de... nem mondanám, hogy itt ennek valami értelme van, vagy ilyesmi, mert... na jó, Penrose. Ez majd egész tűrhető. Petri. Ez az egyik legszebb, nagyon jó. Ez mi? Ez egész jól néz ki. Na, próba. Ez egy képernyővétel, amit láttok, tehát... mit szóltok hozzá? 100%-os lóalt hallod, az milyen? Ez mi a francot csinál egyébként? Tehát... ja, azt elfelejtettem mondani, hogy más van minden képernyőn. Tehát... ez a két szélső egyforma. Igen, a két szélső egyforma. Tehát igen, a kettő monitorja van. Az így tök jó élvezi, de a harmadik az ugyanaz, mint az első. Tehát... mindegyik egyforma, csak eltérő sebességgel dolgoznak. Ez mi az az FPS szám? Ezt elmondanád nekem? Ez 20 FPS? Ez 2000? Ez 1005? Hát? Ezek hülyék komolyan. Valamilyen config file-t ír ki a képernyőre, amivel ami nem mész semmire, csak úgy kiírja. Tehát... és a képernyővédőt sem. Na jó, escape. Plus wise. Na ez is egész jó. Polynomial. Tetris! 3D-s Tetris! De durva! De rég játszottam már ilyen 3D-s Tetris-szel. Fú, de kemény. Pong. Na, öcsém. És alul visszakanyarodik az éle, mint a régi monitoroknál, hallod? Visszakanyarodik alul az éle. De komoly, mi? Pop Squares. Ez is tűrhető, csak több színbe kéne. Pyro. Jó. Fix. Ripple. Ilyen esőcseppeket látunk itt körbe. Kövek. Rocks, az azt jelenti, hogy kövek, tehát... egy kicsit átállítottuk. Most, akkor ez most akkor, mi ez akkor ez most akkor? Ez egy... nem értjük, tehát... körülbelül egy FPS-t látunk, alulra az van írva, hogy 100. Jó, tehát 100 FPS helyett egyet látunk. Nem tudja elrendezni. Mindegy, másik. Rodzumer. Na jó, elég lesz ebből.
Ó, ez tényleg jó néz ki. Na, nem mutatjuk be az összeset, jó? Képek cseréje, stb. Úgyhogy ennyi a bemutató így nagyjából, jó? Mert ennyi szerintem bőven elég egy rendszerből. Főleg nem akar elindítani a 0AD-t, hát ez nagyon idegesítő. És hiába megyek át a másik kijelzőre, ott sincs semmi. Beállítások, multiple monitor, screen saver. Updates-et nem értem. Tehát nem értem, hogy az updates-et hogy kell használni. Oktatásban Marble nagyon jó, rendszereszközök össze-vissza van magyarítva, tehát egy fele nincs lemagyarítva, fele le van. Partíció, feladatkezelő. Na nézzük ezt. Ez ennyi kb. Tehát, hogy... Ez így ennyi kb. Tehát... Azt meg tudnád esetleg magyarázni, hogy miért mutat eltérő értéket a CPU usage? Jobbra meg balra, tehát... ugyanaz a CPU-ba menne. Valódali, most már kezd vissza. Eszkábálni a hagyományosra, de így se ugyanaz az érték. Tehát, és más procit mértek, Franco? Mert csak egy van. Ez átlagot számol, vagy jó van veletek? Jó, mindegy persze, tehát nem gáz, csak hát ez ilyen. Jó? Úgyhogy lesádánoljuk. Remélem tetszett, hogyha valami kérdésetek van, akkor föl lehet tenni.